Dicső hogy Jézus Krisztus! Szép napra virattunk! Keddi nap van csak, egyszerű hétköznapnak tűnik, de hát nem akármilyen nap mégsem, hisz augusztus 20-a van. Köszöntök ezen a nemzeti ünnepen, és egyben Szent István királyunk ünnepén mindenkit, aki a televíziót most be tudja kapcsolni. Talán szentmisét is hallgatunk, vagy el tudunk jutni szentmissére. De minimum az evangéliumot, legkevesebb ezt hallgassuk meg otthonainkban, és próbáljuk átgondolni, mit is jelent nekünk most. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél, és neki a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatása hallgatta, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. felkelt a napunk, István a mi úrunk, énekeljük az István a király című rockopera záró akkordjának szövegével együtt. Valóban felkelt ennek a nemzetnek a napja azzal, hogy Szent István király kezébe került a jogar, az országalma és fejére a korona jó kezekben volt 1000-től 1038-ig, így mondhatom, jó kezekben volt ez az ország, ez a nemzet. Ráadásul mielőtt lehajtotta volna nyugt helyre fejét, volt annyi lelki ereje, hogy összeszedve minden erejét talán fölkelt, oda ment egy Máriát ábrázoló kép elé, és ott levéve koronáját, letéve eléje, egy fölajánló imában, amit a Hartwig legenda megörökített, tehát ismerjük a szövegét, fölajánja első szent királyunk az országot, a népet, a mi történelmünket, a velünk történt mindenféle eseményt, fölajánja a szűzanyának. Így lesz egy mennyei atyánk, és lett egy mennyei anyánk, mégpedig nyugodtan mondhatom, mennyei édesanyánk. Szent István királynak köszönhető ez. Szent László, aki ugyanannak a századnak a végén vette át a trónt, azért tudta beteljesíteni mindazt, amit István király elkezdett, mert István király elkezdte. Tehát még ő is István királyra építhetett. És itt rögtön beugrik az a Mondat, amit hallottunk itt a mai Evangéliumban, hogy az építkezés mindig sziklára kell, hogy történjen. Olyan alapra, ami biztos alap, ami biztosítja a háznak a, a biztonságát. Sose felejtem el, amikor a Márci templomot építettük, hogy a mérnökök milyen módon biztosították és magyarázták el nekem is, hogy milyen, minek köszönhetően áll biztosan az a templom, ráadásul a 38 méter 10 centi magas tornya nem kell félnie attól se a tornak, se nekünk, hogy összedől, mert több méter mélységbe helyezett vasbeton alapokra épült. Ilyen vasbeton alapra épült tehát hazánk is, és ezért áll a mai napig is. Igaz, megcsonkították, durván, jogtalanul és kegyetlenül. És mégis, szinte így mondhatom a Jóisten, még ezzel is azt mutatta ki, hogy elpusztítani nem lehet. Legszívesebben letörölték volna a térképről, mint hogy sok nemzet már nem található meg atlaszainkban, térképeinken, de ez nem sikerült soha nem sikerült, és ebből kiolvashatjuk, hogy soha nem fog siker sikerülni. Ezért nagyon kérem, hogy imádkozzunk azért, hogy István király közben járására, a László király imáinak is köszönhetően ebben az országban mindenki örömmel éljen, és akarja építeni, megtartani és tovább építeni az országot. Nem elmenni még akkor sem, ha itt nehezebb a sorsa, mint ha kimegy külföldre, valahova, Európába vagy Amerikába, akkor is inkább itthon maradni, és megpróbálni itthon élni, itthon boldogát lenni, boldogát tenni családodat, és azáltal boldogulni, vagy erőddel, energiáddal, talentumaiddal építeni, építkezni, vagyis előbbre vinni a tudományt, előbbre vinni egy-egy szakmának a, a, munkálkodását, nem csüggedni, hanem mindig bízni az Istenben, és így ajánlani föl a saját napjainkat, egymás utáni napjainkat, mint ahogy Isten király felajánlotta az országot, egy anya kezébe téve, egy anya kötényébe téve ezt az országot, ezt a most tízmilliónyi embert, érezzük úgy magunkat, mint akik biztonságban vagyunk. Örüljünk annak, hogy biztos alapokra épült hazánk, ennek a seniális királynak, Európa egyik legnagyobb uralkodójának köszönhetően, és ez garantálja a mi boldogságunkat és azok boldogságát, akik között élsz, akad boldoggá tenni a családodat, akar te boldoggá a nemzetedet, és akkor nem kell azt kérdezned, hogy mit kapsz a nemzettől, hanem azt kell kérni, kérdezni, hogy mit tudsz adni, mit tudsz hozzáadni ahhoz, amit már őseink, elődeink hozzáadtak. Szent István király, könyörög életünk. Amen.